Van egy politikai erő, aki az első pillanattól kezdve mint jelentős erőfeszítéssel képviselteti magát a nyugati pályaudvarnál is, és másutt is, és az sajnálattal mondom, hogy a mindenki által körbe gyűlölt és körbe köpködött kétfarkú kutyapárt, akik azóta is fenntartanak ott mobiltöltőállomást, osztják szét az embereket magánlakásokra, meg ahova lehet, meg kenik a szendvicseket. Szóval nagyon örülnék, hogyha a Fidesz a maga aktivista bázisát felvonultatná szendvicset kenni. Semmi más. Ilyen szempontból, államtitkári szinten. Ilyen szempontból a kétfarkúak mindig is ezt a fajta civil, elvégezzük azt, amit az állam nem végez el, és közben viccesek is vagyunk, és igen, mindig a viccesség jött ki belőle, meg mindig minden. Hát most ezért utáljuk őket, ugye? Ja, én nem utálom őket, de aki utálja őket, ezért utálja őket. Közben, hogy valójában tényleg állampótló feladatokat végeznek, szóval most már tényleg a kétfarkúakat akkor kérjük meg tényleg, hogy lássák el a magyar légvédelmet, és nem tudom, kétfarkukat csóválják, a drónok jönnek, vagy valami, mert vegyék át az állam helyét. Én a Kovács Gergőbe sokkal jobban bízom, mint bármelyik másik politikusba, intézze innentől ő.